10 ember sérült meg, köztük 4 súlyosan tegnap reggel a Pillangó utcai metró balesetben. Az egyik szerelvény utolérte a másikat, és a megállónál hátulról neki csapódott. Az biztosnak tűnik, hogy a szél és a falevelek miatt történt a baleset, ezért csúszott meg a szerelvény is. Egy idős asszonynak 2 bordája törött el, úgy tudjuk, kártérítési pert indít. A rendőrség pedig bűncselekmény gyanúja miatt indított vizsgálatot. Tegnap a tényeknek nyilatkozott a BKK elnök vezérigazgatója. Most nézzük meg, hogy mit mondott a metró balesetről. Ugye ez egy nyílt pályaszakasz, tehát látnia kell a járművezetőnek, és mivel ellenőrzött kézifeszérés van, és fokozott figyelemfelhívás, hogy csúszhat a pálya, ezért vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy személyi mulasztás történhetett-e. Én nem zárom ki azt, hogy itt esetlegesen késve került fékezésre a jármű, és ez okozhatta a balesetet, de várjuk meg a bevont közlekedés biztonsági szakértőnek és a rendőrségnek a vizsgálatát. Most pedig kapcsoljuk az Őrsvezérteret, ahol ott van Csehi András, aki a Metroért Egyesület elnökével, Bíró Endrével beszélget a tegnapi baleset körülményeiről. Szia András, jár a 2-es metró már a teljes szakaszon? Jó reggelt kívánok! Jár már metró tegnap este 6 óra óta, viszont lényegesen lassabban, kb. 30 km/h a kritikus szakaszon. Mellette már Bíró Endre, a Metroért Egyesület elnöke, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy gyakorlatilag a rendőrség bűncselekmény gyanúja miatt vizsgálatot indított, és úgy tudom, hogy önt is behívták kihallgatni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Először is engedjék meg, hogy a baleset sérültjeinek ezúton is mielőbbi teljes felépülést kívánjak. Igen, a rendőrség komolyan veszi ezt a tegnap történt balesetet. Engem már a tegnapi este folyamán meghallgattak. Egy elég részletes, több mint egy órás meghallgatáson vettem részt, amiről természetesen jegyzőkönyv készült. Beszéljünk arról, hogy mi okozhatta ezt a balesetet, minek a következtében érte utána egymást a 2 metrószerelvény. Ezen a vonalon egy folyamatos vonatbefolyásoló berendezés működik, amelyet a világ legkorszerűbbjei között tartanak számon, illetve a járművek is korszerűnek mondható 21. századi járművek, tehát ahhoz, hogy ez a baleset bekövetkezzen, a mi véleményünk szerint valamilyen rendszerhibának kell lennie, vagy ez a folyamatos vonatbefolyásoló berendezés túl közel engedi egymáshoz a járműveket, vagy a jármű nem tudja azt a biztonságos, azt a nagyon pontos fékutat produkálni egy kritikus pályaszakaszon, tehát magyarul, amikor csúszósá válik a pálya, ami elvárható lenne a járműtől. Ez a baleset hogyan történhetett? Azt értem, hogy milyen körülmények között, de most ez konkrétan ez az eset. Ez úgy történt, hogy a Pillangó utcának a déli pályaudvar felé vezető peron oldalán bennállt egy szerelvény forgalmi ok miatt. A következő szerelvény elindult az Őrsvezértérről egy csökkentett sebességgel, kézi vezetéssel, de nem kikapcsolva a biztonsági berendezést. Ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert sajnos a médiában megjelent olyan téves információ, hogy a biztonsági berendezés kikapcsolásra került. Nem így történt. Működött a biztonsági berendezés, egy alacsony sebességgel haladt a járművezető, a fékezés kezdetén a jármű megcsúszott, és a megcsúszó jármű gyakorlatilag, amely mindig egy hosszabb fékutat produkál, mint egy normálisan gördülve fékező jármű, sajnos belecsattan, de hát nem egy, szerencsére nem egy komoly sebessége, inkább azt mondom, hogy belekoccant az előző járműbe. Úgy tudom, hogy ez körülbelül olyan 20 km/h sebesség volt. Ilyen sebességnél ez mondjuk bárki el tud esni, ahogy, tehát ez okozta a balesetet is, hogy elestek az utasok. Az ütközésnek a sebessége nem hiszem, hogy volt ennyi, valószínű ennél egy kisebb érték volt. A jármű ment körülbelül tudomásunk szerint egy 20-as tempóval. Igen, elesnek az utasok sajnos, hiszen egy töredék, másodperc töredék része alatt valamilyen sebességről nullára fékeződik ugye a vonat az ütközés következtébe, és ilyenkor bizony még a kapaszkodó utas is sajnos elesik. A rendőrség vizsgálatot indított, történhetett-e itt emberi mulasztás, azon kívül, hogy rosszul van beállítva esetleg a berendezés, tehát hogy mit tudom, a metróvezető hibázott, későn kezdett el fékezni. Természetesen vizsgálni kell az emberi mulasztás lehetőségét is, kizárni nem lehet. De én azt gondolom, hogy itt az alapvető az, hogy ezt a rendszer lehetővé tette, az már egy másodlagos kérdés lehet,
hogy a járművezető valamilyen hibát esetleg elkövetett. Ennek a rendszernek ezt nem szabad lehetővé tenni normális működés esetén. A tegnapi baleset miatt milyen új intézkedéseket vezetett be a BKV, vagy hogyan közlekednek most a szerelvények? Annyi információnk van erről, hogy a stadionok állomás és az Eötvözértér, illetve vissza természetesen a Puskás Ferenc stadionállomásig sebességkorlátozással közlekednek a járművek, kézi vezetéssel, de természetesen a biztonsági berendezés felügyelete alatt, és minden járművezetőnek nyomatékosan felhívták a figyelmét a csúszás veszélyre. Illetve még annyit szeretnék hozzátenni, hogy valószínű a reggeli csúcsidőbe a megszokott sűrűséghez képest valamennyivel ritkábban fognak közlekedni a járatok, hiszen nem áll rendelkezésre a kellő mennyiségű szerelvényszám. Úgy tudom, hogy már korábban is jelezte, egy levélben írt a BKV-nak, hogy csúszósak a sinek, hogy a levelek, a jeges levelek miatt nem tudnak rendesen fékezni a szerelvények. Pénteken ment el egy levél tőlem, pontosítanék a főpolgármester úrhoz. Sajnos azóta tudom, hogy a főpolgármester úr egy sportbaleset miatt nem tartózkodott a munkahelyén, ezáltal ő csak hétfőn értesült erről a levélről, hétfőn olvashatta ezt a levelet. Hát ez egy sajnálatos véletlen. Talán, hogyha előbb értesül róla, akkor esetleg egy intézkedés sorozat elkezdődhetett volna, de hát ezek feltételezések. Ön korábban szintén metróvezető volt. Ilyen esetben mi a rutin? Valóban így van, voltam 15 éven keresztül metróvezető ezen a vonalon is, akkor más járművekkel közlekedtünk, illetve ami egy nagyon fontos szempont, más volt a vasútbiztosító berendezés. Az egy hagyományos vasútbiztosító berendezés volt, a lényege az, hogy sokkal nagyobb távolságba engedte csak meg a két egymás követő szerelvénynek a követését, a megközelítését. Ezt úgy képzeljék el a kedves tévénézők, hogy az akkori biztosító berendezés olyan 80-100 méternél közelebb nem engedett egymáshoz két járművet. Ezek a mai korszerű biztosító berendezések ezt a távolságot akár 20 méterre, 15-20 méterre is lecsökkentik. Itt a beszélgetés végére valahogy próbáljuk már megnyugtatni azokat, akik ma éppen a metró próbálnak szállni, hogy mennyire biztonságos most a metró szerelmény, mire számíthatnak, hogy sokkal lassabban fog közlekedni a metró, és hogy minden megállónál megáll biztosan. Én azt gondolom, hogy nagyon komolyan veszi ezt a tegnapi balesetet mindenki, minden érintett, a BKV-tól a rendőrségig, és minden érintett. Úgy gondolom, hogy ezzel a sebességkorlátozással és a járművezetők fokozott figyelmével a közlekedés fenntartható, lassabb lesz a közlekedés, kevesebb járat fog legalábbis a csúcsforgalmi órákban közlekedni. Mindenütt megáll, kivétel a Kossuth tér, de ez egy előre tervezett építkezés miatti állomás kihagyás. Bíró úr, köszönjük szépen, és tegnap este beszéltem még a rendőrség sajtószóvivőjével, aki azt ígérte, hogy néhány napon belül tájékoztat minket a vizsgálat eredményéről. Stúdió.